Köszöntjük a Balaton Televízió minden kedves nézőit. A Jogász Válaszol magazin mai vendége Magyar György ügyvéd, akivel Budapesti Ügyvédi Irodájában beszélgetünk. Mai témánk az emberöléssel kapcsolatos büntető eljárások, kifejezetten egy friss hírrel kapcsolatosan a szülői felelősség kérdése gyermeki halálos esetén. A napokban történt friss hír, hogy a debreceni ítélő tábla immáron jogerősen felelősségre vonta és elítélte a két szülőt fiatal gyermekük halálával kapcsolatban. Mit érdemes az ilyen ügyekről tudni, ahol vélhetően vagy bizonyítottan ellátás hiányában kiskorú gyermek az életét veszíti? Milyen, meddig vizsgálandó, illetve milyen körülmények a fontosak a szülői felelősség, büntetőjogi felelősség megállapítása körében? Valóban ez az ügy nagyon megrázta a közvéleményt, mert pici gyermek haláláról volt szó, és mindenkinek van véleménye az ilyen jellegű ügyekben. Nagyon nehéz a bíróság dolga is elhatárolni a cselekedeteket, meghatározni, hogy kinek van polgárjogi, kinek van esetleg büntetőjogi felelőssége, és ennek kapcsán kell nagyon körültekintően a bizonyítást lefolytatni. Ennek az ügynek az a lényege azon túlmenően, hogy elvesznénk a részletekbe, és konkrét ügyről beszélnénk, mert az nem tisztességes, általánosítjuk a mondani valónkat. Az történt a tényállás szerűen, hogy egy családban nevelkedett egy nagyobbik és egy kisebbik kislány, mind a kettő rendkívül sovány volt. A nagyobbik gyermek vonatkozásában a szülők állandóan jártak orvoshoz, különböző családsegítő szolgálatokat vettek igénybe, vidékiek voltak és Budapestre jöttek a különböző szakorvosokhoz, és egyszer csak az történt, hogy a nagyobbik kislány kb. 2 éves korában fejlődésnek indult. Tehát ránézésre nagyon betegnek tűnt, nagyon lesoványodottnak tűnt, és amikor bekövetkezett ez az időszak, akkor fejlődött, és ma is egészséges életet él. Megszületett a másik kisi, aki ugyanilyen rendkívül sovány volt, és annyi a különbség az egyes és a kettes gyerek nevelésével összefüggésben, hogy a szülők úgy vélték, hogy ő is ki fogja nőni majd ezt a kóros soványságát, és nem vitték orvoshoz. Egy darabig volt ellátás, járt hozzájuk a házi gyermekorvos, még védőnő is járt hozzájuk, ők is bejártak, a gyerek súlyát ellenőrizték, majd egyszer csak ezzel felhagytak, és azt gondolták, hogy nem teszik ki, ez volt a védekezésük lényege a szülőknek, hogy nem teszik ki a gyermeket ugyanazoknak a tortúráknak, ugyanazoknak a nehéz orvosi vizsgálatoknak, mint ahogy a nagyobbik gyermeke megvolt. Mert az volt a meggyőződésük, hogy a nagyobbik kinőtte, a kicsi is ki fogja nőni. Na most ez egy téves feltevés, ez volt az elképzelésük, és sajnálatos körülmények között a kisgyerek meghalt, nem indult fejlődésnek, hanem az alultápláltságából fakadóan halálának ez lett az oka. Első fokon eljáró bíróság mindkét szülőt büntetjogilag felelőssé tette, és azt mondotta, hogy ez nem más, mint emberölés. Azért emberölés, mert tulajdonképpen nem akarták a gyermek halálát, de praktikusan esetőleges szándékkal ezt előidézték. A bíróság tehát azon az állásponton volt, hogy súlyosan meg kell őket büntetni, és egyikőjük 18 évet, a másikőjük 15 éves fegyházbüntetést kapott az elsőfokú bíróságtól. Ilyen előzmények után került az ügy másodfokra, és valóban most a közelmúltban született döntés, amely döntés az elsőfokú bíróítéletet praktikusan helyben hagyta. Tehát maradtak azok a büntetések, amiket elsőfokon kiszabtak. A másodfokú bíró indokolásban pedig ez volt a legfontosabb tartalmjelem, mind a két szülő köteles gondoskodni a gyermekéről, elmulasztották ezt a kötelező gondoskodást, legfőbb hiba pedig az, hogy az orvosi ellátástól megfosztották. Ilyen körülmények között a bíróság tehát mindkettőjüket ugyanígy bűnösnek minősített emberölésben. Azt kell tudni, és ez jogász számára lényeges, de a nézők számára is fontos lehet, hogy emberölés és emberölés között óriási különbségek vannak. Ugye, ha elgondoljuk, hogy valaki dühében, vagy előre megfontolt szándékkal kioltja valakinek az életét valamilyen eszköz használatával, akkor ezt jó esetben emberölésnek lehet minősíteni.
De történhet-e ilyesmi mulasztással, hogy a gyermekről nem gondoskodnak, és történhet-e ilyen szándékon túl, vagy esetleg gondatlanságról van szó? Itt, ha jól vettem ki ügyvéd úr a szavaidból, akkor a bíróság a szándékosságot állapította meg, és annak is az eshetőleges formáját. Ez kevésbé közismert, de mindenképpen fontos, hogy mi a különbség az egyenes szándék, az eshetőleges szándék, illetve a gondatlan büntetőjogi alakzatok között. Jogász értelemben tehát ez volt az ügynek a lényege, mert ehhez kötődik a büntetés mértéke is. Ha esetleg gondatlan emberölésben mondták volna ki a bűnösséget, akkor az 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő cselekmény, ami nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb megítéltetésű is, de a büntetés kiszabása körében is ezt a gondatlanságot honorálja a jogalkotó, a büntetési tétel jóval alacsonyabb. Szemben a szándékos emberölésnél, amelynek van alapesete, és léteznek minősített esetei. A minősített eset lehet, és itt sajnos 2 minősített eset is belépett. Az egyik az, hogy a sértett 14 év alatti, tehát képtelen védekezésre. A másik pedig a különös kegyetlenség, ez is belépett minősített esetnek, mert a gyermek éhezésnek volt a bírói megállapítás szerint kitéve. Az egyenes szándék és az eshetőleges szándék között pedig a legérthetőbb, legkülönbözőbb különbség pedig abban jelentkezik, hogy egyenes szándéknál én akarom az illető életét elvenni, bele nyugszom és azt akarom, hogy veszítse el az életét, az eshetőleges szándéknál pedig én ezt csak figyelembe veszem, de nem veszem kellő komolysággal, és a magam részéről nem is feltétlenül gondoskodom arról, hogy elvegye az életét, hanem bele nyugszom annak a következményébe, hogy esetleg életét veszíti a sértett. Tisztában vagyok vele, hogy ez a következmény is bekövetkezhet, de közömbös vagyok, hogy ez megtörténik, vagy nem. Ez is akkor a jogi értelemben szándékosság. Ez lenne az eventuális szándék, tehát tulajdonképpen szándékos, de nem direkt szándékkal irányul az élet kioltására, hanem benne van a cselekvőségben annak az esélye, hogy az illető elveszíti az életét. A bíróság ebben az ügyben úgy elsőfokon, mint másodfokon ezt az utóbbi változatot fogadta el, és ennek a büntetési tételéből fakadóan határozta meg a büntetés mértékét. Az ügynek volt még egy nagyon fontos tartalmi része, ez pedig a két szülő felelősség azonos-e. Más az édesanyja és más az édesapa, vagy pedig őket teljesen együtt kell kezelni. Az elsőrendű vádott volt az édesanyja, aki vonatkozásában megállapítottak súlyos-súlyos mulasztásokat a táplálás tekintetében, és hogy nem ment el az orvoshoz. A családi munkamegosztás pedig azt mutatta, hogy az édesapa reggel elment otthonról, késő este hazatért, és a gyermekkel igazából csak akkor találkozott, ha ébren volt. Azt látta, hogy az édesanyja gondozza, táplálja, sőt, telefonon irányította őt arra nézve, hogy hazafele jövet, menjen be az áruházba, vásároljon tápszert, vásárolja meg mindazokat az eszközöket, tárgyakat, amelyekre a gyermek fejlődésére szükség van, és ő ezt megvásárolta. Tehát a másodrendű vádlott tulajdonképpen azzal védekezett, hogy ő megtett minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a gyermeket teljes körűen az édesanyja gondozhassa, és ő nem tudta, hogy a gyermek nem jól fejlődik, nem tudta, hogy az a tápláléka nem marad meg benne, és azt sem tudta, hogy viszi orvoshoz, nem viszi orvoshoz, van-e közvetlen kapcsolata a védőnökkel, vagy nincs védőnökkel kapcsolata. Ezeket kellett a bíróságnak megállapítania, igazságügyi szakértői véleményeket kellett beszereznie, az igazságügyi szakértők orvos szempontból, meg pszichológus szempontból vizsgálták a körülményeket, és arra a körülményre jutottak, hogy mindketten büntethetőek, tehát nincs olyan esetkör, ami a büntethetőségüket akár az anyánál, akár az apánál kizárta volna, és ezek után a felelősséget belső differenciával úgy osztotta meg, hogy valóban az elsőrendű vádlott esetlegesen valamilyen szinten manipulálta a körülményeket, olyan helyzetet teremtett, minthogyha a gondozás megfelelő lenne, és az apának ezt teljes körülön nem kellett felfognia, de felelős ő is, mert látta a gyermek állapotát, és nem tette meg azt, hogy orvoshoz viszi, és kellőképpen gondoskodik. Ez okozta végül is a két személy közötti büntetés kiszabási elvek értékelhetőségét, és ezért nem azonos a kettőjük büntetése, hanem bizonyos mértékben eltér. Ilyen és ehhez hasonló ügyekben azt hiszem érthető, hogy a vizsgálat fókuszában elsődlegesen a szülők vannak, de akár a nyomozati szak, akár a bírósági eljárás
kiterjedt más személyekre, és gondolok itt a szélesebb családra, illetőleg a gyermek ellátásban és gondozásban résztvevő személyekre, tehát védőnő, házi orvos. Ilyen is ehhez hasonló ügyekben valóban föl szokott merülni az egészségügyi ellátórendszer tevékenysége és annak vizsgálhatósága. Amikor megtörtént ez a súlyos eset évekkel ezelőtt, akkor az egészségpolitika feljelentést tett, és el is indult a házi orvossal szemben, vagy ismerten tettessel szemben egy vizsgálat, majd végül is szakmai szempontból azt állapították meg, hogy nincs mulasztása az orvosnak, ha a szülő a gyermeket nem bocsátja rendelkezésre, úgy az oltások, mint a vizsgálatok, mint az ellenőrzések, mérések tekintetében. Tehát folyt vizsgálat az eljáró orvos relációjában, de ez végül is azzal végződött, hogy nem lehet felelősséget vonni, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, vagy egyéb más minősítő cselekmények okán nem vonták felelősségre az orvost. Ebben az eljárásban tanúként lett meghallgatva, tanúkénti meghallgatása is hozzájárult a bizonyítási anyag összeállításához. Szakértő véleményekkel és az egyéb tanúkkal összevetve hozta meg a bíróság azt a döntését, hogy itt mind a két szülő elmarasztalható emberölésben, tehát az esetőleges szándékú emberölésben. Magam is a védőbeszédben hivatkoztam az egészségügyi szolgálat nem megfelelőségére. Tudjuk, hogy ez tényleg így van Magyarországon, nem csak orvosok, hanem az egészségügyi szolgálatban résztvevők bizonyos mértékig sokat mulaszthatnak, vagy vannak közöttük nyilvánvalóan olyan odaadóak, akik a szakma kiválóságai, és mindent megtesznek, még többet is, mint amire lehetőségük van. Ebben az ügynek volt egy lényeges eleme, nevezetesen az, hogy itt a szülők lemondtak a védőnői szolgáltatásról. Egyáltalán azt a körülményt, hogy lemondhatnak, én már most vitatom. Ez nagyon furcsa, hát ezen a gyermekvédelemnek, mint egy egész ellátási körnek az az alapvető funkciója, hogy minden körülmények között a társadalom biztosítsa a kiskorú gyermekek megfelelő fejlődését és nevelését, akkor is, hogyha a családi környezet adott esetben nem megfelelő. Nem lehet ilyen ellátásokról lemondani. Ez így van, lemondani. Én is így látom, és mégis sajnos ebben az ügyben előfordult az, hogy a szülőkkel írásban pont a védőnői szolgálat aláíratott egy ilyen lemondó nyilatkozatot. Előre nyomtatott lemondó nyilatkozatot. Tehát ha előre nyomtatott nyilatkozat áll rendelkezésre, akkor erre van lehetőség. Hogy jogilag ez tisztességes vagy nem tisztességes, én ezt nem vizsgáltam, de azt mondanom kell, hogy ha megvan erre a lehetőség és a szülő él vele, akkor ebből fakadóan rá nem lehet kötelezettséget hárítani. Az egészségügyi szolgáltatónak nem szabad megengednie, hogy lemondjanak, de ha megengedi, akkor is megmarad a kötelezettsége, jeleznie kell gyámhivatalhoz és minden egészségügyi szakszolgálati szervhez, hogy itt kérem, olyan család működik, olyan családi ellátásban van a gyermek, hogy nincs a védőnőnek rálátása. És akkor megteszi a hatóság a szükséges intézkedéseket. Itt pedig erről nem volt szó, csak jóval később, és lehet, hogy közre hatott ez is a gyermek halálánál. Akár a nyomozás, akár más eljárás elment esetleg olyan irányba, vagy áll erről információ rendelkezésre, hogy ha és amennyiben ezek az ellátórendszer megfelelően működik, a megfelelő jelzéseket, akár a védőnő, akár a háziorvos egy felettes szervez, akár a gyámhatósághoz időben megteszi, akkor ez a tragédia elkerülhető lett volna? Ilyen vizsgálatok folytak, vagy erről semmilyen információ? A kezdet-kezdetén voltak, de hát sajnos Magyarországra jellemző a felelősséghárítás. Mindenki megpróbálja a felelősséget hárítani, és a maradék elv alapján, ezt is el kellett mondani a védőbeszédben, a szülők maradnak ott, és ők ülnek a vádlottak padján, mert valóban a legnagyobb felelősséget ők viselik, de a többiek közrehatása, az egészségügyi szolgálat nem tökéletessége, vagy ezek a jelzések elmaradása megítélésem szerint az eredmény kialakításában szerepet vállaltak. Másokat nem vontak felelősségre, de hallunk és tudunk olyan ügyekről, ahol a szülést elősegítő személynek felelősségét vizsgálják, az orvos személyét felelősség vizsgálják, és megmondjuk győződve arról, hogy minden ügy más, és nem lehet általános receptet írni arra nézve, hogy csak a szülő felel, vagy közösen felelnek esetleg másokkal is, akik a foglalkozási szabályokat megsértik, mert aki megsérti, az önálló büntetőjogi felelősséggel tartozik, ha bírói eljárást indítanak. A bíróság pedig nem tudja kiterjeszteni a vizsgálatot, bírói szakban már erre nincsen lehetőség. Bírói szakban csak arra van lehetőség, hogy azoknak nézzék meg a bűnösségét, akiket a bíróság elé visznek a vádhatóság részéről.
tehát aki ellen a vádhatóság előterjeszt egy vádiratot, és a vádirat tartalmazza valakinek a cselekvőségét, akkor ennek a jogi megítélése maradhat csak a bíróság feladata, és más személyeknek ebben az eljárásban a büntetőjogi felelősségét nem tudja a bíróság vizsgálni, vagy egy külön eljárásban, vagy egyáltalán nem kerül megvizsgálásra, ami nem szerencsés. Ezek az esetek a közelmúltban, mintha megszaporodtak volna, nem? Ez az egy eset az, ami nyilvánosságot kapott. Egy pár évvel ezelőtt volt egy másik ilyen eset is. A kettőt összehasonlítva, akár a büntetési tétel, akár a minősítés kapcsán milyen megállapítások vonhatóak le? Ezek azonos ügyek, vagy van különbség közöttük? Azt kell mondani, hogy jogász ember létére az ember nem mondhatja azt, hogy az ügyek hasonlítanak egymáshoz. Annyit lehet csak mondani, hogy tipikus ügyek léteznek, tipizált ügyek, de mindegyik ügy más. Mindegyik ügynek mások a szereplői, mások a motivációi, mások a rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok, és a bíróítéletek is szóródnak. Nem mondhatjuk azt, hogy a bíróítéletek egységesek lennének ezekben az ügyekben, mert a rendelkezésre álló adatok és az abból levont jogi következtetések lehetnek eltérőek. Sokszor látják a nézők is azt, hogy első fokon a bíróság valakit bűnösnek ítél meg, másodfokon pedig felmenti, vagy fordítva, ilyenkor a mi eljárásjogunk behozza a harmadfokú eljárás lehetőségét. Tehát, hogyha olyan ítélet született, ami ellentmondásban van az első és a másodfokú vonatkozásában a bűnösség megállapítása körében, akkor van még egy felülvizsgálati lehetőség a harmadfokon. De hogyha első fok is elmarasztalta, vagy másodfok is elmarasztalta, akkor nincs tovább jogorvoslat, csak rendkívüli. Ez a rendkívüli jogorvoslat egy felülvizsgálati beadvánnyal indul. Elméletileg és gyakorlatilag mód és lehetőség van arra, hogy egy felülvizsgálati eljárás keretei között újra tisztázhatjuk azokat a körülményeket, hogy a jogi minősítés helyes volt-e, ez a cselekvőség ténylegesen, esetőleg szándékos vagy esetleg gondatlan. Vizsgálni lehet, hogy a két szereplő, tehát az édesanyja és az édesapa büntetési tételei tekintetében a kellő differenciálás megtörtént-e, és a bizonyítékok értékelésével összefüggésben a bíróságok helyes következtetésre jutottak-e. Erre mód és lehetőség van egy esetleges felülvizsgálati eljárásban. Enyhítésért már nem lehet jogorvoslatot kérni, de jogi hibákat azt még fel lehet tárni. És ezért van az, amit már mondottam fentebb is, hogy a bíróítéletek nem kell, hogy teljes mértékben egybevágjanak, és az is nagyon sokszor előfordul, hogy a bíróítélet és a közvélemény megítélése nem azonos. A bíróságoknak ugyanis a jogi felületet kell tekintenie, a bíróságnak üzennie kell a társadalomnak, semmiképpen nem lehet olyan üzenetet hagyni, hogy nem kell megbüntetni azt a szülőt, aki nem viszi orvoshoz a gyermekét, és semmiképpen nem lehet olyan üzenetet hagyni, hogy ezt büntetlenül lehet hagyni egy társadalomban. Mert én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a vádlottaknak valamiféle büntetés jár, a mértéke és az indokoltsága pedig vitatható. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, amit ennél enyhébb bűncselekmények esetén is mindig és mindenkoron figyelembe kell venni, hogy bizony a büntetőjogi szándékosság és gondatlanság, ahogy már korábban beszéltünk róla, nem azonos a köztudatban kialakult szándékosság és gondatlanság definíciójával. Említetted, ügyvéd úr, hogy a vádlottakat igazságügyi elmeorvos szakértő vizsgálta. Igazságügyi szakértő vélemény az elhunyt kisgyermek vonatkozásában születette. Természetesen, mert a védekezésnek az is része volt, elsősorban az édesanyja részéről, hogy a kisgyermek betegségben halt meg. Senki nem kínoszta, hanem egyszer nem volt képes arra, hogy feldolgozza azt a tápanyagot, amit kap. Meg kellett állapítani az orvos szakértőknek praktikusan a halál okát. És a halál oka a súlyos lesoványodás volt, a táplálás hiányosságai. A védekezésnek mondom része volt ez is, de aztán kizárták, hogy tulajdonképpen a gyermek betegsége vezetett volna idáig, azt a legnagyobb felelősséget, amit a polgári törvénykönyv minden szülő számára előír, hogy a gyermek erkölcsi neveléséhez, egészséges fejlődéséhez a szülőnek mindent meg kell tennie, ők elmulasztották. Ez a jogsértés vezetett el odáig, hogy büntetőjogi értelemben is felelősségre kellett őket vonni. Tehát a szülő felelősségéből fakad a büntetőjogi felelősségre vonás, és ehhez képest kell a bíróságnak mindig mérlegelnie, hogy a szülői hatás és a szülői mulasztás nagy mértékben és milyen mértékben hat a gyermek halálához vezet. Ezek az emberöléses ügyek mindenkit felkavarnak, ezek az emberöléses ügyek nagyon nehéz megítélésűek. Természetesen aki átéli, annak számára ez egész más jelent, mint aki kívülről értelmezi, de a közvélemény számára megnyugtató,
hogy nem lehet a gyermeket elhanyagolni, és a szülői kötelezettség mindenek feletti. A szakértői véleményre még egy szó erejéig visszatérve, akkor ez megalapozhatta a súlyosabb minősülést? A minősítő körülmény, nevezetesen a különös kegyetlenség alkalmazását? A bíróság megítélése szerint igen, mert a gyermek olyan fiatalkorú volt, olyan picike volt, hogy még nem tudott jelzéseket adni. Az édesanyja azt hitte, hogy ez a gyermek ilyen típusú, és a családjában már volt erre példa, és azt gondolta, hogy orvos nélkül is kibekkelhetik ezt a helyzetet. Ez a kifejezés elhangzott a tárgyalóteremben is. Abban a téves feltevésben voltak ő is, meg az édesapa is, hogy a gyermek kinövi ezt a borzasztó nehéz feldolgozású helyzetet, de azt nem tudják sajnos elfedni, hogy miért nem gondoskodtak a gyermek gondozásáról és a gyermek egészségügyi ellátásáról. Ezt a felelősséget viselniük kell. Tehát ilyen és ehhez hasonló ügyekben a bíróság akkor jár el helyesen, ha a motivációkat is felderíti, és az orvos szakértői vélemények segítségével megállapítja, hogy ez a mulasztás vezethetett a gyermek halálához. Hát és van még egy másik üzenete is ennek a történetnek, hogy büntetőjogi eszközökön kívül azért egy megfelelő ellátórendszer működtetésével vélhetően elkerülhetők, vagy nagyobb eséllyel elkerülhetők. Komoly baj van nálunk az egészségügyi szolgáltatással, komoly problémák vannak, és tényleg így van, akik abban dolgoznak, azok emberfeletti munkát végeznek, nagyon alacsony a bérezésük, mint tudjuk, a szakképesítésekkel is komoly problémák vannak, rendkívül kevesen vannak, többen vállalnak inkább külföldön munkavállalást, és ezért az ellátórendszer akadozik. De ha az akadozik az ellátórendszer, és ez párosul a szülői felruható magatartással, akkor ez ide vezet. Tehát a társadalomnak mindenkinek jelzést kell adnia, ha ilyen helyzetben lévő családdal találkozik. Mert mindannyiunk kötelessége. Köszönjük szépen, ügyvéd úr! Köszönjük szépen nézőinknek a figyelmet. Viszontlátásra!